Bridget Wenninger, Eve Tarlatt, 24 karácsonyi mese 20. fejezet Az igazi Jézuska Andris egy kis hegyi gazdaságban élt a szüleivel, a hugával, az öcsével és a nagyapjával. Télen nyáron két órát gyalogolt, hogy eljusson az iskolába, minden reggel leereszkedett a völgybe, és minden délután felkapaszkodott a helyre. Mégsem bánta, mert szerette az iskolát. Az erdőt is szerette, a hatalmas öreg fákat, amelyek az útját szegélyezték. Úgy tervezte, hogy erdész és gépészmérnök lesz belőle, ha felnő. Amikor a téli vakáció előtti utolsó napon Andris hazért az iskolába, kimerült volt és így zatt. Méhóban kellett felküzdenie magát az emelkedőn, és már semmire sem vágyott csak arra, hogy csendesen elvonuljon a szobájába és tovább építse a traktor modájét. A két testvére, Anti és Líza azonban nem bírt csemben maradni. Állandóan rohangáltak, meg kiabáltak izgalmukban. Egy pillanatig sem hagyták békén. Mondd, Andris, meddig kell aludni, amíg megjön a kis Jézus? De már láttad őt? Vajon most is figyelnek minket az angyalkák, hogy jók vagyunk-e? Igen, igen, morogta fáradtan Andris. Ha jók akartok lenni, hallgassatok már egy kicsit. Ebből persze nem lett semmi, mert a következő pillanatban Liza izgatottan felkiáltott. Találtam egy angyaltollat! tollat! Tyúktól volt, semmi kétség, de legalább szép fehér. Hú, uh, üvöltött fel Anti, mert beverte az orrát, <kül> miközben a kulcsukon, leskelődött, hogy mi történik a lezárt angyal járt a nappaliban. Andris dühösen felment a padlás szobába, és becsapta az ajtót. Alig telt el pár perc, és kopogtak. Nagyapa volt az. Andris kám, gyere, menjünk és segítsünk Jézuskának elhozni a karácsonyfát. Andrisnál most már betelt a pohár. Hagyj békén ezekkel a butaságokkal, jó? Már nem vagyok kicsi. Régóta tudom, hogy nem a Jézuska hozza a karácsonyfát, és Mikulás sincs, és Nyuszi sincs, csak a felnőttek díszítik a fát, és dugdossák az ajándékokat. Hazugság az egész. Nagyapa kedves arca elkomorult. Belépett a szobába, és leült az asztalhoz az unokája mellé. Egy ideig gondolkozott, aztán így szólt. Te olyan sokat tudta technikáról, Andris. El tudod magyarázni nekem, hogyan működik a televízió, és hogyan kerülnek bele a hangok a telefonba meg a rádióba? Ugye kicsi emberkék ugrálnak bennük, és ők beszélnek meg énekelnek. Jaj, dehogy, csattant fel Andris. Egészen másról van szó. Láthatatlan hullámokról, amelyek mindenütt betöltik a levegőt. Ha van bevőkészüléked, akkor az visszaalakítja a hanghullámokat az eredeti képé és hangá. Pontosan azt látod és hallod, amit valahol mások csugároznak. Értem, bólindott nagyapa. És ha kikapcsoljuk a tévét vagy a telefont, akkor is ott vannak a hullámok körülöttünk? Andris elgondolkozott. Igen mondta. A tévémisort nem csak neked sugározzák. Ha te kikapcsolod a készüléket, a szomszédot attól még nézheti. Hát igen, folytatta nagyapa. De gondold csak végig. Ha senki sem hallja, és senki sem látja ezeket a tévé és rádió hullámokat, akkor lehet, hogy nem is léteznek. Biztos hazugság az egész. Dehogy hazugság. Csak éppen kell hozzájuk készülék is. Ha van készüléked akkor látod és hallod őket. Köszönöm, bolindott nagyapa, és elmosolyodott. Nagyszerűen elmagyaráztad. Most már értem, hogy miért nem láthatom a híradót a rádiómon, mert nem arra való. Pontosan, kiáltott fel is. Végre megértetted. Jól van. Nagyapa lehalkította a hangját. Ezek után már te is meg fogod érteni, amit mondok. Elárulok egy titkot. Jézus, a Mikulás és a Húsvéti nyúl mind létezik. Az angyalok is és a tündérek is igaziak, csak egy olyan helyen élnek, amely számunkra láthatatlan. Ők viszont látnak minket, és állandóan sugározzák felénk felé az Különleges hullámok ezek. Szeretetből állnak. Mindenki, akinek a szíve alkalmas arra, hogy vegye az adást, azt tudja, hogy mit kell tennie. Például valakinek azt súgja a szíve, hogy Jézus nevében feldíszítsen egy fát. Akinek felébred a szívében a fele szeretet, az egyszerre csak sütni kezd, meg ajándékot készít, meg leveleket ír, vagy meglepetést tervezget. Néha azt sem tudják, miért, csak megteszik, és kész. Azt hiszed, hogy a szülők és a nagyszülők be akarják csapni a családjukat vagy a barátaikat? Nem, Andris. Nem. Ha valaki érzés szívével felfogja ezt a láthatatlan sugárzást, azonnal valami kézzelfogható fogható jó tettet akar végrehajtani. És abban a pillanatban Jézus ott van közöttünk. Andri sokáig nézett a nagyapja szemébe, aztán felállt, vette a kabátját, Kézen fogta a nagyapját, és azt mondta neki: Rendben, nagyapa, menjünk, és segítsünk a Jézuskának.